Nos, most ebben a videóban egy kicsit rövidebb verzióban szeretném nektek megmutatni, hogy a VR showroom opciót miként éritek el, hogyan néz ki, és mindegyik helyszínt meg fogjuk nézni. Készült egy videó, amely ettől sokkal részletesebb, hosszabb, ott mindegyiken nagyon szétnézünk, több autót beviszek, de itt most egy ilyen kis gyors bemutató lesz. Mindegyiket megnézzük egy picikét, egy autóval megyek végig az összesen, most csak a helyszíneket nézzük meg. Úgyhogy a helyszíneket elérni a különböző kereskedésekben vagy a garázsokban tudjátok. A fő különbség az, hogy a kereskedésekben fix helyszínek vannak, ami az adott kereskedéshez köthető, és gyakorlatilag az előnye az, hogy akkor is megnézhetitek az autót, ha nincsen rá pénzetek. Tehát itt van az autó, mondjuk 20 millióba kerül, egészen addig, amíg elérhető, addig fel fog itt bukkanni ez a VR showroom gombocska. Egyébként ezt VR nélkül nem látjátok. Sőt, hogyha én most levenném a VR-t, még ki sem kapcsolnám, csak levenném és letenném mondjuk ide magam mellé, abban a pillanatban el nem tűnne, de még itt vagyok benne, nem tűnik el, de nem tudnék utána belépni. A következőre már nem jelenne meg ez a gombocska. Tehát itt, hogyha rámegyünk, akkor itt megjelenik, hogy mivel mit lehet csinálni. A legfontosabb gomb számunkra ugye a háromszög, amivel be lehet ülni a beltérbe, a négyzet pedig, amivel váltjuk a napszakokat. Három napszak van a pályákon egyébként, és ezekben a bemutató termekben. Az L1-el, R1-el tudunk ilyen szakaszosan mozogni az autó körül. Ezt mindjárt meg is mutatom. Mikor belépünk, akkor ugye elindítja az autót, tehát kicsit ott brümmögteti, de mi magunktól nem tudjuk járatni a motort, tehát ilyen opció nincsen sajnos. És akkor mutatnám, hogy ugye így az R1-el ilyen szakaszosan körbe tudunk menni az autón. Ettől függetlenül tudunk ilyen szabadon is mozogni, viszonylag lassan. A GT Sportban, a showroomban a VR 1-jel gyorsabban lehetett mozogni, sőt, ott még rá is lehetett gyorsítani, itt erre nincs opció, itt csak ilyen nagyon lassan megyünk, nehogy összehányjuk magunkat. A sétálgatás közben van egy határ, ez nagyjából így ennyi, ettől távolabb nem mehetünk, ami azt jelenti, hogy egy ilyen autót sem biztos, hogy tudunk egészben látni, egy Form 1-es autót pedig biztosan nem, ahhoz mindenképpen el kell forgatni a fejünket. Tehát megvan szabad, tehát szabadon tudunk mozogni, de ennek azért van egy határa. Gyönyörű szép az autó egyébként, nagyon-nagyon szépek a tükröződések. Talán ez az egy olyan helyszín, ahol nem tökéletes a tükröződés, így látjátok, hogy azért a tetőablaknak a vonalai nem valami szépek, de egyébként a többinél higgyétek el, hogy gyönyörű. Minden nagyon-nagyon hihető. Most ezt 2D-ben látjátok, tehát most nem fog átjönni az, amit én látok, de higgyétek el, fantasztikusan szép, sokkal-sokkal jobb a 3D-je, mint az első VR-nak volt. Ezt tudom, mert még megvan, és valamelyik nap bementem a GT Sportba, és egyáltalán nem éreztem olyan jónak, mint ezt, úgyhogy azért ez egy hatalmas különbség, és akkor háromszögben most már be is tudunk ülni, GT Sportba ilyet ugye egyáltalán nem lehetett csinálni. Hát ami érdekes ezen a fotóhelyszínen, hogy nem igazán raktak föl autókat, pedig lesz olyan helyszín, ahol vannak, tehát lehetne legalább leponyvázva itt egy pár ilyen menő autó, nem lenne ennyire kihalt, de a lényeg, hogy ugye ebben a kereskedésben az ehhez köthető, tehát a Hagertinek a helyszínen lehet csak megnézni az autókat. Itt lehet látni egyébként, hogy amikor itt demozgatja, akkor bal oldalt ott van egy letakart autó, kicsit élettelibb maga a környezet, amikor itt ugye egy bemutatja ezeket az autókat, de a tükröződés ugyanolyan ocsmány itt is, hál' Istennek ez nem csak a VR módnak köszönhető. És akkor itt van például ez a kis platform, amit láttatok, most nem azon állt, de az előbb azon állt, ami ugye forgatható, és ugye itt jön a következő probléma, nem lehet megforgatni az autókat. Tehát ez teljesen fixen ott áll, nem lehet áthelyezni, nem lehet megforgatni, pedig néha jó lenne, hogy más szögből érje a fény. A másik, ugye mondom, tehát itt a kereskedésekben az az előnye, hogy akkor is megnézhetitek, hogyha nincs meg az autó. A Brand Centralban is van egy ilyen helyszín. Bemegyünk bárhová, és ide csak azért jövök be, hogy megnézzétek, hogy a meghívós autókat is meg lehet nézni. Ugye itt ez a három, ez csak meghívóval vásárolható meg, és ez most nincs meg nekem. Ha lenne rá pénzem, sem tudnám megvenni, mert ugye alapvetően ugye meghívóhoz kötött, és akkor itt van ez az alaksor, és így tudjuk megnézni az autót. Tudjuk kapcsolgatni a lámpát, és
A négyzettel pedig a napszakot tudjuk váltani, hogy másfajta megvilágításban nézzük meg, hogy van egy éjszakai, egy nappali, és van egy ilyen teljesen napos és egy naplementés verziója. És mindegyikben nagyon szépen kezeli a fényeket egyébként, tehát azt tudni kell. Tehát ez a Brand Centralnak az autó nézegetős része, showroomja, és van egy a használt autóban is. Mondom még egyszer, csak akkor jelenik meg ez az ikon, hogyha a VR a fejeteken van, tehát akinek nincs meg a VR, annak ez az ikon, az nem lesz látható. Tehát most bejövünk, és megnézhetjük bármelyik autót, és ott lesz ez a showroom gombocska. Itt pedig egy ilyen nagyon nyitott parkolóba rakja be az autót. Függetlenül ettől, hogy ez egy hatalmas nyitott tér, itt sem. Gyönyörű hangja van. Szóval itt sem mehetünk sokkal távolabb, mint a többi helyszínen. Ugyanaz a távolság lesz, ugyanígy meg tudjuk. De most itt is tök jó lenne, hogyha mi is tudnánk brüngetni az autót, de nem lehet, hogy nem tudunk gázt adni, és nem tudjuk felbüggetni a motort, vagy leállítani, beindítani. Sajnos. És mondom, mozgatni sem. És több autót sem tudunk berakni értelemszerűen. Tudjuk még a magasságot csökkenteni, és emelni. Hát legmagasabb ugye ez a pont, a legalacsonyabb pedig egészen ide a föld magassága, az aszfalt magasságába lemegy, ugye még le is tudok guggolni egy picikét, és hát így ebből a magasságból nagyon-nagyon jól meg lehet nézni a felnit, meg az autónak az alsó részeit, magasabbról pedig akár fölé is mehetünk, és fölülről is megnézhetjük, tehát ugye ez is már a GT Sporthoz és a PSVR 1-hez képest ugye újítás, hogy itt már az autó fölött is tudunk mozogni, nem ütközünk bele az autóba, ott ugye nem lehetett magasságot állítani. Na, és akkor a lényeg, hogy ugye mondom, a három kereskedés azért érdekes, mert akkor is megnézhetetek az autókat, hogyha ezt nem vásároljátok meg. A garázsban viszont csak azokat az autókat nézhetjük meg a VR showroomban, amelyekkel rendelkezünk, tehát csak a saját autóinkat, ide középre került ez a VR showroom gombocska, és ha itt rákattintunk, akkor itt 12 darab helyszín lesz, tehát az a három, ami ugye a három kereskedésé, és ezen kívül még további 9. Az első kettő ugye itt a két garázs van, egy ilyen üresebb, meg egy berendezettebb, van egy ilyen japán stílusú kis házikó, elmentünk a GT Caféba, ez nagyon jó, bemeltünk ugye ide a Hagertibe, amiben az előbb voltunk már, ez a Brand Centralé, a GT autóba is elmehetünk, ezen kívül itt van a showroom, ami a GT Sportból lehet ismerős, ott kaptuk meg az első autónkat, meg ott demozgatta így az autónkat, ez volt az egyik ilyen garázs háttér, akkor itt van ez egy ilyen modernebb lakásnak a garázsa, itt egy ilyen szerszámos kis műhely van oldalt, ez szintén itt GT7-ben egy ilyen helyszín, ahol szokta demozgatni az autókat. Nagyon-nagyon vártam, hogy ez benne legyen. A San Galgano az még a GT5-ből 6-ból ismerős lehet, ilyen bejárható fotóhelyszín volt, és itt van egy ilyen kis városi helyszín, ez egy nagyon-nagyon komplex egyébként, a háttér nagyon sok épülettel, mindjárt megnézzük, és ugye a parkingban meg voltunk az előbb, ez pedig használt autóhoz köthető. A San Galganoval és ezzel a kis showroommal kapcsolatban nekem az jutott eszembe, hogy talán még a jövőbeni frissítésekre is utalhat ez, hiszen ez is a GT Sportból, ez meg a GT5-ből 6-ból való kis fotóhelyszín, vagy ilyen kis garázs háttér, amelyek ugye 3D-ben meglettek tervezve, ezek simán át emelhetők ide, hiszen itt is demozgatja az autót, és simán berakható, tehát még az is lehet, hogy jövőben ezek bővülni fognak. Na tehát nézzük akkor sorban, az első kis garázs, egy ilyen üresebb garázs, ahol, hát, őszintén ez eléggé puritán környezet. Ettől függetlenül nagyon-nagyon szépen lehet látni, hogy mennyire jól kezeli a fényeket az adott napszakhoz illeszkedve is. A háttérben hallunk zenét, zajokat, hogy ugye itt teszik-veszik a dolgokat a szerelők, függetlenül attól, hogy ez egy ilyen üresebb rész. Mindegyik helynek egy teljesen egyedi atmoszférája. Igen, tehát hallunk versenyautókat is elhúzni a háttér, tehát mindegyik helyszínek egyedi atmoszférája van, ugye a fények miatt is, meg a hangok miatt is. Itt
itt is van egy ilyen éjszakai verzió, és mint látjátok, néha a rácsot felnyitva lecsukja attól függően, hogy milyen napszakban vagyunk. És érdekes módon itt van egy olyan napszak is, csak itt, sehol máshol, egy negyedik, amikor így mozog az egész, tehát egy ilyen felgyorsított időelteréssel, tehát most ott lemegy a nap, jön az éjszaka, ugye egy szakaszosan lehet körbefordulni, néhányuk el magunkat, tehát egy teljesen szabadon. Én most egyébként ülök, de... Így, tehát hogy így egyébként, ha elég nagy szobátok van hozzá, akkor egyébként akár körbe is sétálhatjátok az egészet, tehát tök nyugodtan. Tehát én így nyugodtan elmehetnék ide és oda sétálhatnék, és körbe sétálhatom az autót, hogyha elég hosszú a kábel és elég nagy a szoba. Hát itt most nem mehetek ki ebből a területből, azért sötétül el néha a kép. Mert is meg van szabva, és nem értem, miért nem bejárható teljesen ez a terület egyébként. Jó, akkor itt a kettes garázs, nekem az a személyes kedvencem, mert egy nagyon-nagyon szép... Én ezt szeretem a legjobban, itt telemetria adatok mennek, dolgoznak az emberek, kis visszajátszás megy a háttérben. Nagyon-nagyon-nagyon szép és hangulatos. És ami még érdekes, hogy ugye itt is, ahogy váltjuk a napszakokat, mindig iszonyatosan el van találva a hangulata az adott napszaknak, tehát itt már ugye kint sötét van, csak a belső lámpák világítják meg az autót, frenetikus, őrületesen jól néz ki, és azt érdemes megnézni, hogy a matricák eszméletlenül részletesek, nagyon szépek. Tehát ez mind-mind ilyen saját matrica, amiket én magam vagy én gyártottam, vagy egyszerűen csak én raktam föl, nem gyáriak, tehát ez az autót, ezt én csináltam még a GT Sportban, ráadásul onnan lett áthozva a matrica. Teljes mértékben, gyönyörű szépek. Tehát egyáltalán nem pixelesek, nem esik szét, nem zuhan szét. Gyönyörű. Ugye annyi történt, hogy itt a GT7-ben, ahogy áthoztam a matricát, ezt ide már az ablakra fel tudtam rakni ezeket, mert ez ugye az előtte nem volt. De gyönyörű mindegyik. Matica egyébként, úgyhogy nagyon jó. Tehát ez a második pit garázs. Aztán itt van ez a japán stílusú kis házikó. Ez hát gyakorlatilag ez a mi a leghosszabb idő, amit betölt. Valamiért ez nagyon sokáig tart neki, nem tudom miért. Mindig, mindegy, milyen autóval jövök. Ez az egy helyszín, amilyen sokáig tart. Hátul egy kis bambuszerdő van, mind a két oldalon van nyitott ajtó egyelőre. Ez a nappali verzió. Na most, hogyha kis lámpinyonok vannak itt oldalt, hogyha rámegyek erre a naplementés, vagy késő délutáni verzióra, akkor a hátsó ajtó be van csukva, és a lámpinyonok már égnek. Nagyon-nagyon-nagyon jók a fények. Ez egyszerűen tényleg, ezt nem tudom tényleg, hogy videón mennyire jön át, valamennyire így a hangulata talán, de így a 3D nélkül, ez tényleg itt van ez az autó, tehát én oda megyek hozzá, akkor azt érzem, hogy az ott egy autó, én meg itt vagyok. Őrület. Na most, ha még egyszer megnyomom a négyzetet, akkor az az ajtó be fog csukódni, így a másikat pedig kinyitja. És most akkor már ugye csak a belső lámpák fénye jön be, teljesen más az egésznek a hangulata. Mondom, nagyon pontosak a fények. És ez egyszerűen gyönyörű. Na most azt látjátok, hogy az autónak a hátsó része mondjuk most a feneke nem éles, azaz, hogy nem oda nézek. Ha most oda nézek, akkor az éles lesz. Ha most az elejét nézem, akkor széthúlik. Tehát ez ilyen. Ez a szemkövetés ugye a VR-on belül, hogy
az az éles, amit én nézek. Én viszont sosem látom életlennek, mert ugye nem oda nézek, ha meg oda nézek, akkor meg éles lesz. Úgyhogy ez csak ti látjátok így az adásba, ezt azért vegyétek figyelembe, hogy a valóságban ezek a széthullások, amit mondjuk így videóban láttok, ezek nem így vannak. Beülni értelemszerűen itt is be lehet. Éjszaka ez kicsit vicces. Lámpát lehet kapcsolgatni. Nappal azért többet látunk. A testünk nem zavar, úgyhogy teljesen vidáman körbe lehet nézni, fotózgatni. Már így a print screen-nél. De sajnos fotómód az itt nem érhető el ezekben a showroomokban, és ezt nem is nagyon értem, hogy így simán, VR nélkül miért nem lehet ide bejönni fotózni, ha már itt vannak ezek a helyszínek, és itt vannak az autók. Akkor itt a GT Café, megy a szokásos zene, madácsi csergés, egyedi hangulat. Itt a naplementésképpel kezdünk. Utána következik ez a naposabb. És aztán egy ilyen késő délután, kora este. Ilyen szórt fénnyel. Iszonyatosan jó, tényleg. Őrület. Tehát itt leülünk és hallgatjuk a zenét, a tücsök ciriperést, nem tudom, madácsi csergést, és nézzük az autót, amit szeretnék. Marha jó. Aztán ugye a Legend Cars-ban már voltunk, a Brand Centralban voltunk, és a Legend Cars-ban még ugye megnézhetjük a napszakokat. Ha már így vagyunk, akkor itt is van egy a naplementés. És itt van az esti, amikor csak a belső lámpák égnek. Viszonylag melegfényű lámpákkal. Úgyhogy teljesen más az egésznek a hangulata. No, akkor a Brand Centralban abban megnéztük az összes napszakot, akkor nézzük a GT autó le. Tudjátok mit, menjünk be, akkor legyen egymás mögött az összes. Majd berinkelem. Jó, tehát itt is elvileg ez a naplemente. A nappali. És az esti fény. Aztán a GT autó. Itt az érdekesség, hogy mint látjátok, ezt mondtam, hogy itt van két autó, és ezt éppen szerelik. Tehát ez számomra egy érdekes, hogyha itt, és ezek teljesen rendesen kidolgozott autók, tehát nem ilyen lebutított modell, hanem konkrétan itt van még két autó, tehát simán megtehetnénk, hogy több autót is behozunk. Ott éppen mossák a féktárcsát talán, ha jól látom, itt vannak a szerszámok, oda már nem hajolhatok, közelebb nem lehet menni, tehát itt azt se értem tényleg, hogy miért van ennyire meghatározva, hogy hova mehetünk, nem lehet távolabb menni. Erre egyetlen egy megoldásom van, hogy az autónak a felbontása itt a legmagasabb. Ugye a GT Sport óta, de talán már a GT6-ban is volt ilyen adaptív felbontás, ami azt jelenti, hogy minél közelebb megyünk az autóhoz, annál nagyobb lesz a felbontása, és nagyjából ez az a távolság, ahonnan a legnagyobb felbontású modellt tudja nekünk prezentálni, és ha távolabb megyünk, akkor már butítana a felbontáson, a matricákon, meg egyebeken, és ezt nem akarják. Úgyhogy ezért van valószínű ez a maximális távolság. Jó, itt is van egy naplementés, és egy túlórázós verzió. Bocsánat, itt néha elakad a szavam, tényleg, pedig már annyiszor láttam mindet, hogy őrület, gyönyörű szép, tényleg, frenetikus. Úgyhogy ez volt a GT autó. Akkor itt van a showroom, amit mondtam, hogy ez az, ami a GT Sportból lehet ismerős, ugye itt kaptuk meg az első autónkat, és egyébként több helyen ott az üveg iroda túloldalán is demozta az autónkat, rakta oda a felső galériára, ott is lehetett az autót fotózni, és hát fotózni, hát effektív egy ilyen garázs hátteret tudtál vele készíteni, egy garázs háttérkép készült, de egyébként meg itt volt kint egy ilyen kis nem tudom, egy ilyen vízes rész, egy ilyen kis szökőkút, vagy ilyen patakocska, amit gyakorlatilag szintén ott is demozta a kinti részen az autót.
És akkor itt is van egy ilyen naplementés dolog. És az esti, amikor már odakint lement a napocska, és csak a benti fényre hagyatkozhatunk. A túloldalon már sötétebb is van. Tényleg irgalmatlanul el van találva minden fény viszonynál, tehát minden napszakban a bevilágítása az egésznek. Ettől lesz irgalmatlan életűt, tényleg. Tehát, hogy a tükröződések is nagyon-nagyon jók, és a fények is nagyon-nagyon jók, és az olyan, meg a 3D is sokkal-sokkal jobb, mint amilyen a sportban volt a VR1-gel, és az annyira sokat dob rajta, hogy konkrétan valóság. Tehát iszonyatosan szép. Gyönyörű. No, aztán itt van ez a kis modern kecónak a garázsa. Mondom, ezt ugye sokszor demózít, ugye nagyon érdekes épület, amelynek így a tetején egy ilyen kis érdekes cikcakban jön le a fény. És itt is szokta demozgatni az autókat, annyi, hogy akkor itt is van két ilyen vizes rész, kis medence, amely itt most nincsen valamiért, de a szerszámos rész ott van. És az épület hangulata, ahogy így már este fele van, naplemente, és utána az esti rész, tücsök ciripeléssel, egybekkel. Nekem totál ilyen toszkára hangulata van, nem tudom miért, így kinézek, akkor azt gondolom, hogy így hogy valahol ott vagyunk, és így kigurulok, és lemegyek a tengerpartra. Mondjuk nem biztos, hogy ezzel az autóval kéne. De gyönyörű. A lépcsőn is ott a világítás, nagyon-nagyon szép, iszonyat hangulatos. Frenetikus. Aztán San Gargano, hát ez ugye mondom, ez a GT 5-ből 6-ból ismerős lehet. És rendesen érezzük, hogy itt vagyunk az épület belsejében, itt a romok között. Iszonyat, nagyon jó. Itt a naplementénk. És itt is éjjel. No, és akkor már csak két helyszín maradt, ugye akkor megnézzük ezt a kis városi részt. Hát itt ugye távolban ott vannak magasabb házak is, és elég hosszan épületek, és itt van víz is, tehát ez itt emiatt ugye azt sem lehet mondani, hogy abból az épületből azért vették ki a vizet, mert hogy így VR-ban nem tudták volna ezt a víznek a fizikáját, vagy nem tudom, megjelenítését így megoldani, mert nem tudom, én úgy látom, hogy kicsit így fodrozódik is, tehát hogy teljesen rendben van szerintem. Tehát ezt nyugodtan megoldhatták volna az épületen belül is, ahogy az eredetileg van. Na most itt a naplemente az, hát az talán innen jó, tehát ugye szemből süt, és így az autón, ahogy megcsillan a fénye. Gyönyörű. És hát az éjszakai verziójában pedig így az oszlopok ki vannak világítva. Fantasztikusan szép. Nagyon-nagyon jól néz ki. És tényleg kérdezem, miért nem lehet itt fotózni, változtathatom a fényviszonyok mellett? Nem értem. Nem értem. Gyönyörű. Egész jó a kő is. Na, esetek az utolsó az, hogy akkor már ezt is berakom, ugye a parkoló rész. Nos,
Hát én akkor itt megköszönöm a figyelmet, és akkor ezzel a képpel köszönök el tőletek. Ezek voltak a showroom helyszínek PSVR 2-vel. Szerintem gyönyörűek, és hát reméljük, hogy a jövőben fog még érkezni hozzá pár, ugyanis tényleg, ha azt nézzük, hogy ott van San Gargano GT 5-ből, 6-ból, vagy az a külön kis helyszín a GT Sportból, akkor én azt gondolom, hogy simán van még egy csomó olyan helyszín, amit egyébként már a korábbi részekben, vagy akár ebben a GT 7-ben is kidolgoztak, és akkor ennyi erővel az is jöhet, és lehet, hogy a jövőben még valamilyen módon ezt még bővíteni fogják egyelőre. Ennyi az, amit itt elérünk. Hát fontos, hogy amit a garázsotokból indítotok el, ebben a showroomban a saját autóitokat tudjátok megnézni, és ennek nagy előnye, hogy a saját általatok készült matricákkal, amely nagyon-nagyon jó minőségben látható itt a VR showroomban, meg tudjátok nézni a saját magatok által készült dizájnokat. Köszönöm a figyelmet, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!